az lehet ihlető, amit ismerünk. Az nyújt élményt, amit látunk, ugye, vagy amiben vagyunk. Ez logikus. Legalábbis én így tartom, hogy sőt, azt is szoktam mondani, hogy amit legjobban ismerünk, amiben legjobban benne vagyunk, abban tudunk valamit mondani is, valami pluszt. Tehát abban lehet egy... Azáltal tudunk szólni, abban láthatunk még valami olyat, amit mondjuk más nem. Tehát egy idegen lehet, hogy felületesen látja a dolgokat. Aki benne él, az meg talán látja a lényeget. Na most, hát én elég ideje benne élek Topolyában, hogy bátorkodtam egy ilyen anyagot összegyűjteni. Mindentől erősebb az, hogy én festő vagyok. Az, ami hat rám, arra nekem reagálnom kell. Tehát egy festő módján reagál, tehát azt megfesti. Hát mi más hatna rám, mint az, amiben élek? Ez egy, mondhatjuk úgy is, hogy annyiban új ez a kiállítás, hogy tematikailag eléggé beszűkített. Tehát most azt mondtuk, hogy Topolya, jó, és környéke. Egy kis topolyai mezőkkel, stb. De amikor a kutyáimat festem, vagy a kertemet festem, hát azok is a legbanálisabb, legközelebbi témák. Tehát annyira logikus, hogy azt festem, ami körülvesz, amit látok, ami nekem élményt nyújt, ami hat rám. És azáltal tudok én is valamit esetleg közölni másokkal. Ez a művészet tulajdonképpen egy oda-vissza dolog. Én kapok valamit, kapok a környezetemtől azt, amiben vagyok, vagy amit látok, ami nekem élményt nyújt, és szeretném az élményt visszaadni. Ennyi az egész. Ez így nagyon egyszerű. Megtűnik. Pont olyannak tartom ezeket a festményeket, mint ahogy én az emlékképeket el tudom képzelni. Tehát, hogy amilyen mélyre szívja be magát egy adott papírba az adott festék és a víz, vagy mennyire a felszínen tud maradni. Tehát ahogy játszik maga Endre a festékkel és a vízzel, a technikával. Színeknek a játéka, a vízjátéka, tehát ez nekem pont arra emlékeztetett, mint ahogyan az emlékek megmaradnak az emberben. Hol homályosabban, hol élesebben. Számomra az az igazi, ami megragad valahol. Tehát ami megmozgat bennem valamit. Vagy ami kihoz belőlem valamit, vagy az, ami megmarad bennem, de valamit elindít. És igazából ezek a képek pont olyanok, hogy bár minden nap látom nagy részét ezeknek a tájaknak, végül valami olyan, mintha helyettem kimondatódna, annak ellenére ugye festmény, de hogy valami kívülre kerül belőlem, azzal szembe tudok találkozni, és ezáltal valahogy a lelkemnek könnyebb. Természetesen nem véletlenül egy ilyen, ahogy mondtam, beszűrgített témakör, de ugyanakkor egy hozzám közel álló, tehát szinte intim. De most ezt az intimitásra az akvarell technika nagyon alkalmas. Megvan a kellő melegsége, megvan a kellő... Tulajdonképpen az akvarellnek megvan a maga törvényszerűsége. Na most az, hogy azt tisztelni kell, és ahogy az megnyitó szövegben is elhangzott, hogy ez az oda-vissza játék, ő is megköveteli a magáét, én is, és akkor ez a harc, ez tulajdonképpen egy egészséges harc a technikával, ami biztos, hogy kihoz valamit az emberből. Tehát, és azáltal, hogy a technikának megvan a sajátossága, a véletlenszerűség, azáltal nem lehet túl spekulatív a dolog. És több szerepet kap az érzelem, a pillanatnyi hangulat, a művészetnél meg ez a legfontosabb. A motívum soha nem lehet elcsépelt, soha nem a témán múlik a dolog, vannak örök témák, hát az ősembertől vannak állatfigurák, akt, utána portré, emberi figura, tájkép, és ezek visszatérő motívumok, tehát nem lehet elcsépelt. Mindig másképp kell csinálni, a korhoz illően, a kor szellemében szólni, és a téma nem lehet elcsépelt, mert nem a témától jó a kép, vagy rossz. Éppen ezért nem lehet elcsépelt sem.
Tehát bátran lehet nyúlni, a naplementéhez is lehet nyúlni, hogyha azt tudjuk újszerűen prezentálni.